Imapercek Radó Tomás plébánossal. Az atya megköszönte a Rábóközi Televíziónak, hogy a járvány kezdete óta hétről hétre biztosít lehetőséget az evangélium hirdetésére. A kapuvári plébános az elkövetkezendő hetek teendőiről is beszélt. Az első imapercekben, a 2021-es esztendőben megköszönöm a Rábóközi Televíziónak ezt a lehetőséget, hogy a járvány megkezdése óta hetente újra és újra találkozhatunk, amivel ki akarjuk fejezni, hogy továbbra is együvé tartozunk, egy egyházat alkotunk, egy közösséget, és próbáljuk megszólítani egymást, egymást bátorítani, erősíteni, lelkesíteni, mégpedig abban, hogy az Isten kegyelme sohasem hagy el bennünket, bár sokszor úgy nézzük, hogy a gondviselésnek a szándékai, gondolatai, tettei nem egyeznek meg a miénkkel, de mégis a végén meglátjuk belőle, hogy az Isten végtelen szeretete kormányoz, vezet, és kegyelmével pedig napról napra erősít bennünket. Karácsonyi ünnepkörben vagyunk még, a karácsonyi ünnepkör pedig advent első vasárnapjával kezdődött, és vízkereszttel fog záródni, ami éppen szerdán lesz a három királyoknak a hódulata. Mi is ezekben a napokban, amikor készültünk karácsonyra, Jézus születésére, nem másra készültünk, hogy kifejezzük hódulatunkat, imádásunkat az egyetlen Isten felé, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta értünk. Kétszer is hallottuk az evangéliumot karácsony napján, és ugyanakkor karácsony második vasárnapján az ige testté lett és közöttünk lakozott. Akik befogadták, azonnak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, akik nem vérből, nem a férfi akaratából, hanem az Istenből születtek. Gyermeket fogadtunk ezekben a napokban, a legdrágább, legértékesebb gyermeket, magát az Isten fiát, az Isten igéjét, Jézus Krisztust. Emberré lett az isteni szó, eljött közénk és kereste helyét, lakását, mi pedig a mi szívünkbe és a mi lelkünkbe. Eljött közénk az Isten igéje, hogy megvilágosítsa mi értelmünket, megerősítse szándékunkat, akaratunkat, hogy továbbra is a 2021-es évben is a helyes úton Istennek az útján tudjunk járni. Az új év első napjaiban a híveknek itt a templomban, most pedig mindjárt akik néznek bennünket a televízión keresztül, úti imádságként Szent Patriknak az imádságát adtam. Ez egy a mi vezérünk az új esztendőben, és erre próbáljunk odafigyelni. Szent Patrik így imádkozott. Uram Jézus, járj előttem, ha lankadok, állj mögöttem, pajzsomként lebegj fölöttem, jobbról-balról segíts engem. Mindig téged kereselek, mindig találkozzam veled, minden léptemben szüntelen te, csak te jöjj szembe velem. Teli szavam a nyelvemen, más szavával te szólj nekem. Minden egyes pillantásom mindenkiben téged lásson. Te légy utam az utamban, utam végén a jutalmam. Amen. Ezek a gondolatokkal kívánok kedves mindnyájuknak, otthon lévőknek, a televíziót nézőknek, illetve a templomban járóknak és minden kapuvárinak, Istentől megáldott, az úton Jézussal való találkozott, új esztendőt és boldog napokat. Az új esztendő eleje, szilveszteri hálaadás mindig elgondolkodott bennünket az elmúlt esztendőről. Örültem annak, hogy bár járvány van, annak ellenére a szilveszteri hálaadáson, a karácsonyi ünnepekben és kifejezetten a rórátékon, a hajnali szentmiséken igen szép számban vettek részt a kedves testvérek. Ott is elmondtam, és jó többször is elmondani, hogy akik itt élnek Kapuváron, azokban a bizalom az Istenben, a hitbe vetett, szilárd hit és odaadás sokkal nagyobb, mint a félelem. Ha végignézünk az országon, végignézünk az egyházmegyén, azt lehet látni, hogy kivételes helyzetben van a kapuvári pap és a szolgáló papok, hiszen mindnyájan ezt látjuk, a bizalom, a hit az Istenben, a gondviselésbe való helyezkedés sokkal nagyobb, mint máshol. Nem a félelem vezet bennünket, nem a félelem diktálja minden napjainkat, hiszen akkor semmit sem tudnánk tenni. A bizalom, az odaadás, az Isten való figyelés, az ő szavából való erőgyűjtés hozzásegít bennünket abban, hogy valóban egészségesek legyünk, egészségesek maradjunk, a betegséget legyőzzük, és ahogyan Szent Pál apostol nagyon szépen mondja, szüntelenül adjatok hálát,
ne fáradjatok bele a hálaadásba. Szilveszter estéjén eszettük mi is itt a templomban, hálát adtunk az Istennek, hálát adtunk azokért a kegyelmekért, amelyet kaptunk egész esztendőben. Különleges esztendő volt az elmúlt év, sok mindenen mentünk keresztül, sok mindent meg tudtunk tenni, sok minden elmaradt, amit szeretnünk volna megvalósítani, sok mindent megengedett az Isten, és sok mindent távol tartott tőlünk. Együtt is imádkoztuk úgy szilveszterkor, hála legyen neked mindazért, amivel megajándékoztál, hála legyen mindazért, amit távol tartottál, hála legyen mindazért, amivel megmutattad irántunk való jóságodat és szeretetedet. A járvány idején kezdődött ez az imaperc, és hétről hétre átértük és megtapasztaltuk, mit jelent egyre jobban belemenni, befelé haladni a betegségben, illetve a járványban, mit jelent abból kifelé menni, és most még jobban bent lenni, és mindez arra ösztökél és bátorít bennünket, hogy ne elforduljunk, hanem hozzáforduljunk, vagyis az Istenhez. Örülök annak, hogy bekapcsolódtak az online közvetítéseinkbe, és aki esetleg már látta, és aki nem, és van rá lehetősége és módja, nagyon ajánlom megnézni a saját Facebook oldalamon, illetve a templomnak, a plébániának a Facebook oldalán az összefoglalást a 2020-as évnek, mi történt itt a templomban és egyházközségünkben. Döbbenetes a látvány két szempontból is. Az első, ami hála elsősorban az Isten felé, hála hívek és a kedves testvérek felé, a templomba járók és a nem templomba járók felé is, de akik magunknak érzik az katolikus egyházat, Kapuváron különösképpen is. A hálánk az Isten felé megmutatkozott, hogy online módon is hogyan bekapcsolódtak, és ezt végig lehet nézni ezen a filmen, 8 perces filmen, amit Bognár Dávid kántorunk állított össze, nagyon szép kapuvári énekkel, amit a Kapuváron énekelnek karácsonykor, és a hívek különösképpen is szépen énekelték. Nagyon érdemes ezt meghallgatni és megnézni azt, hogy mit tudtunk megtenni, mit tudtunk megvalósítani a kedves híveknek a segítségével, imádságával, és nem utolsó sorban adományaikkal. Szilveszter estéjén azt mondtam itt a templomban, hogy lehet, hogy szavakkal nem tudom olyan szépen kifejezni és elmondani, és választékos szavakkal, amit belsőleg érzek az elmúlt esztendő után. Ebben a járványos időszakban is szépen bekapcsolódtak a kedves testvérek a szentmisébe, amikor lehetett jönni, amikor nem lehetett jönni, akkor online módon. És lehet látni ebben a filmen mekkora döbbenet, érdemes ezért is megnézni, mit jelentette egy pap számára, amikor a nagyheti liturgiát üres templomban tartja. Nagyon szépen lehet ezt látni, amikor nagyszombat estéjén a feltámadt Jézussal, az oltári szentséggel a templom kapujában, az üres templomban megáldja a pap a kapuváriakat. Ezt lehetne tovább sorolni, mi minden történt, ami kegyelmivel elővel töltött el bennünket, hiszen lehet látni ebben a filmben, hogyan kapcsolódtak be online módon a májusi litániákba, a szertartásokba és a szentmiségbe. Ez az első és a legfontosabb, milyen találkozásaink voltak az Istennel, milyen belső indítatás készített bennünket az Isten való találkozásra, és azt mindenki maga tudja, milyen erőt kapott ezekből a találkozásokból. Ferenc pápának a gondolat jutottak ezenbe karácsonykor, amit idéztem is a Szentbeszédben. Mi úgy gondoltuk, hogy egészségesek vagyunk, és mindenre készek vagyunk, és a világ megmutatta számunkra, milyen gyenge az ember, mennyire rá vagyunk utalva, rá vagyunk szorulva a gondviselő Isten oltalmára, kegyelmére és segítségére. Köszönöm, hogy ezt közösen tudtuk megtenni, mint imádságban, mint énekben, mint a fizikai jelenlétben, és akik ezt nem tudták megtenni, mert sokan vannak ilyenek, online módon bekapcsolódtak a közös liturgiáinkba. Második, ami nagyon fontos, és nagyon szeretnék megköszönni, hogy bár járványos időszakban voltunk, bár 3 hónapon keresztül nem volt a templomban nyilvános szentmise, és ha is ki kell mondani, ezen keresztül persze egy bevétel sem volt, alig lehetett észrevenni ezt, mert adományban annyira segítettek bennünket,
hogy ötszöröse volt az adományú bevételének, mint az egészséges időszakban. Nagyon köszönöm, hogy az egyházi adónak a megfizetésével, egyházi hozzájárulással, akik nem is járnak templomba, de mégis hozzájárulnak ahhoz, hogy értük is tudjunk imádkozni, és ahol értük imádkozunk, a templom, az valóban méltó hely legyen ahhoz, aki itt lakik, vagyis az Istenhez. Így tudtuk felújítani és befejezni most már, és véglegesen kifizetni az egyházmegyének a tartozásunkat, ami a templom felújításában, a tető felújításában 25 millió forint volt. 5 évvel ezelőtt történt mindez, 25 milliót kaptunk ajándéként, illetve kölcsönként, kamatmentesen az egyházmegyétől, és sikerült azt is visszafizetnünk. Aztán látják, mennyire megújult a házhelyi templom, mint tetőszerkezete, mint pedig külsőleg. Az 15 millió forint fölé volt egy kicsit, ennyibe került a templom tetőszerkezete, amiben állami támogatás pályázott útján 15 millió forintot kaptunk. 4 millió 100 ezer forintba került a házhelyi templomnak a külső felújítása, ebből pedig 3 millió forintot az önkormányzat, a kapuári önkormányzat adott. Hálásan megköszönök Hámori György polgármester úrnak és a képviselőtestületnek, illetve minden adózónak, hiszen abból részesültünk mi is. És ami nagy kincsünk a templomban, az orgonak a felújítása is megtörtént, amely közel 2 millió forintba került, ebbe pedig másfél millió forintot pályázat útján tudtunk nyerni. Látjuk ezeket a felújításokat, mennyire meg tudtuk tenni és valósítani a kedves híveknek az adományából és az állami támogatáson keresztül. És azt is ki kell mondani, amit már előbb is mondtam, hogy 3 hónapon keresztül nem volt persze bevétele a vasárnapról vasárnap a templomnak, és a magyar kormány pedig minden egyházközséget 835 ezer forinttal támogatta azzal a kieséssel, ami éppen a perzsei adományból származott. Már is látjuk azt, hogy a közös összefogásnak, az egymás aló figyelésnek, az értékek megtartásának mekkora ereje van. Ezeket szerettem volna megköszönni szilveszter estéjén az itt jelenlévőknek, most a televízión keresztül pedig mindazoknak, akik bármi módon ebben is részt vettek, templomba járók, rendszeresen velünk imádkozók, otthon online módon bekapcsolódók, illetve akik anyagilag is támogatták ezt az egyházközséget, mert így tudunk élni, így tudunk méltó helyet biztosítani a ház urának, vagyis Jézus Krisztusnak. Azt kívánom az új esztendőben, hogy továbbra is testben és lélekben egészségesen szolgáljuk továbbra is az Istent, és az Istent tudjuk szolgálni, akkor egymásra is oda tudunk figyelni, és ha egymásra figyelünk szóban és tettben, akkor az életünk is könnyebb lesz. Plébános úr, hogy folytatódik az év Vízkereszt, és hamarosan itt a húsvét, mik a következő tervek, elképzelések? Tervek és elképzelések mindig attól függnek, hogy a járvány hogyan és meddig fog tartani, milyen lehetőségeink vannak. Továbbra is próbáljuk tenni azt, amit eddig tettünk. Közvetítéseken is keresztül látták a testvérek azt, hogy Dávid atya itt volt velünk és közöttünk, mint diákonus, ami annyit jelent, hogy készül a papságra, és a püspök atya pedig, hiszen az ő kinevezése augusztus 15-től november 15-ig tartott. Megköszöntük püspök atyának, hogy még 2 hónapot engedett, hogy itt legyen velünk és közöttünk. Most visszatért a szemináriumba, hiszen meg kell írni a diplomunkáját, még pár vizsgát le kell tennie, tehát tulajdonképpen neki még diplomáznia kell. Lelkileg is kell készülnie, hiszen papszentelés, bízunk be a papszentelésbe, hogy papszentelés lesz a június folyamán, és akkor új misére, vagy bármilyen más módra is szívesen látjuk Dávid atyát. Nálunk ugye azt szoktuk mondani, hogy a legnehezebb dolog, mint az élet minden oldalán, az engedelmesség. Mi is engedelmességgel tartozunk az Istennek, és engedelmességgel tartozunk az egyház vezetőjének, dr. Veres András püspökatyának. Bízunk benne, az ő szándéka és gondolatai talán megegyeznek majd a mi szándékainkkal és gondolatainkkal. Ő vezette be, Dávid atya, a szentségimádásokat, rózsafüzéreket, és mi tovább is akarjuk ezt vinni, mert látjuk azt, hogy van igény rá. Köszönöm a testvéreknek, hogy erre a felszólításra, a Dávid atyának az indítatására jöttek.
továbbra is tesszük, hogy minden reggel, hét előtt 10 perccel imádkozzuk az irgalmaság rózsafüzérét, hogy Dávid atya mondta, megtéréseknek a kegyelméért, aztán keddenként a gyerekeknek, ifjúságnak van a rózsafüzére, este 17:30, csütörtökön a felnőtteknek van 17:30, és most úgy beszéltük meg, hogy tovább folytatjuk a szentségimádásokat, amit szerdánként vezet be Dávid atya, és úgy próbáljuk ezt megtenni, hogy két hetente lesz szentségimádás, jobban fel tudunk készülni rá. 13-án lesz az első, az egyik mindig a hónap második szerdáján lesz, a második meg a hónapnak a negyedik szerdáján. Az első mindig hagyományos lesz, a másik pedig a megszokott és általunk nagyon kedvelt dicsőítés lesz majd. Tehát ez lesz január 13-án, illetve 27-én. Most vasárnap Jézus Krisztus megkeresztelkedésének az ünnepe lesz, és tulajdonképpen ezzel le is zárul teljesen a karácsonyi ünnepől. Kezdődik az ünnep évközi időszak. Talán nem szívesen mondjuk most ebben a járványos időszakban, hogy a vízkeresztől egészen hamozó szerdáig terő időszak a farsangi idő, ami úgy gondolom és úgy látom, hogy eléggé visszafogott lesz, ugyanúgy, mint a karácsonyi ünnepek is voltak, de ugyanakkor lelkileg pedig legyünk mindig frissek, legyünk derűsek, ahogyan Szent Pál apostol mondja, örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, hogy örvendjetek. Hát is megkeresztelkedése vasárnap lesz, utána elkezdődik egy évközi idő, egészen hamvazó szerdáig, és a nagybőben pedig, hát tesszük továbbra is, majd addig mi is fogunk találkozni a programokon keresztül, a keresztút, a fájdalmas szentolvasónak az imádsága, illetve a nagybőti litániák, amik lelkünket újra csak az Istenhez, Jézushoz akarják visszavezetni. Köszönöm, plébános úr!